Az Óbecsei Szabálysértési Bíróság az idén 74 millió dinárt fizettetett meg pénzbüntetések címén. 2019-ben közel 3000 esetet zártak le, ennek a fele Óbecse községhez, a többi pedig Zsabjához, Temerénhez és Szent Tamáshoz tartozik, ahol kihelyezett részlegei működnek az Óbecsei intézménynek. Természetesen, ahogy az előző években, úgy az idén is a legtöbb esetünk a közlekedés területéről van, de a sajátos, hogy a sok száz törvény közül mind előírja szabálysértést. Mi a kereskedelmi, az egészségügyi, a munkaügyi felügyelőség ügyeivel és bizonyos községi határozatokkal is foglalkozunk, úgyhogy a szabálysértések száma valóban nagy. Ez ennek az eljárásnak az érdekessége. Snezsana Basics, a Szabálysértési Bíróság elnöke szerint az idén a korábbi évekhez képest kevesebb ügyük volt, de ez nem jelenti azt, hogy ebben az évben kevesebb volt a szabálysértést, hanem azt, hogy nagy részük szabálysértési meghagyás lett. Javarész közlekedési szabálysértésről van szó, amelyek esetében a közlekedési rendőrség járt el, és miután az elkövetők elismerték a felelősségüket, 8 napon belül befizették a pénzbüntetés felét. Másrészt a szabálysértési bírósághoz csak a legsúlyosabb szabálysértések kerülnek, amelyeknél nincs mód ilyen fizetésre. Az idén valamivel gyakoribb volt a sürgős intézkedések megszegése családon belüli erőszak esetén. Amikor sor kerül a családon belüli erőszakra, először a rendőrség szab ki sürgős intézkedéseket, amelyek megtiltják az erőszaktevőnek az áldozat és annak az épületnek a megközelítését, ahol az áldozat tartózkodik. Ezt követően a bíróság meghosszabbítja ezt az intézkedést további egy hónapra, és amennyiben az elkövető ez idő alatt megszegi ezt a sürgős intézkedést, akkor az már szabálysértést jelent, és a továbbiakban mi ennek megfelelően járunk el. Az idén 42 ilyen esetünk volt. Az Óbecsei Bíróságra került szabálysértések fele azonban közlekedési jellegű. A gépkocsi vezetőket erőszakos, ittas, rendszámtábla nélküli vezetésért vagy piros lámpán való áthajtásért büntetik meg. Az év vége előtt szigorúbb lesz a rendőrségi ellenőrzés a közlekedésben, ami mindenképpen dicséretes és szükséges is, tekintettel az új évre és a nagyobb mennyiségű alkoholfogyasztásra. Arra kérjük a gépkocsi vezetőket, hogy alkoholos állapotban semmiképpen ne üljenek volán mögé, viseljenek gondot a közlekedés biztonságról, ne csak önmaguk, hanem minden ártatlan közlekedő és gyermek érdekében, akik nem tehetnek arról, hogy valaki veszi magának azt a jogot, hogy részegen vezesse a járművét. A legtöbb közlekedési balesetet ez okozza. Az elnök asszony arra is emlékeztette a polgárokat, hogy a közrendről és közbiztonságról szóló törvény értelmében tilos a pirotechnikai eszközök használata, amelyekkel az újévi ünnepek alatt gyakran élnek. Se kiskorú, se nagykorú személyek nem használhatnak petárdákat. Tanúi vagyunk nagy és komoly sérüléseknek, amiket a petárdák okoztak. Az ilyen esetekben kirót pénzbüntetés 50 000 dinár lehet. Amennyiben kiskorúról van szó, az ő felelőtlen viselkedéséért a szülőt fogják felelősségre vonni, amint azt a szabálysértési törvény előírja, ő úgy fog felelni ezért, mintha ő követte volna el a szabálysértést. A szülőknek kell gondot viselniük gyermekeik viselkedéséről, ne adjanak pénzt nekik petárda vásárlására. A legkisebb gondot az jelenti, hogy a gyerek eldobja a petárdát, és ezzel megijeszt valakit. Végéhez közelednek a Bulgária-Magyarország főgázvezeték nyomvonalán Óbecse község területén végzett régészeti ásatások. A Tartományi Műemlékvédelmi Intézet mintegy 20 régészt és 100 fizikai munkást alkalmazott, akik Bácsföldvárnál érdekes felfedezést tettek. Az ásatásokon ugyanis egy időszámításunk szerinti 3.-4. századi fazekas műhely maradványaira bukkantak. Ez Vajdaságban a második ilyen jellegű lelet. Ez egy minőséges, iparos fazekas termékeket előállító műhely volt, ahol tálaláshoz, étkezéshez készültek edények. Ez Vajdaságban a második ilyen időszámításunk szerinti 3.-4. századból származó műhely, az egyiket az 50-es, 60-as években találták Velsec környékén, ez itt Óbecse községben pedig a második ilyen fazekas műhely. Ez magában foglal egy kemencét is, amelyben a kerámiák készültek minőséges agyagból, és jól ki lehetett őket égetni ezekben az általunk felfedezett kemencékben. Ezek nagyon jó minőségű termékek, amelyeket még napjainkban is lehetne használni, amennyiben egészben vannak.
Kutattak egy neolitkori települést és egy időszámításunk szerint 3.-4. századi temetőt is, amelyet a jelek szerint valamikor kifosztottak, ezért kevés lelet maradt meg benne. Az egyik sírban korabeli pénzérmét és fülbevalókat találtunk, ezek a tárgyak elárulják azt nekünk, hogy melyik korból származik ez a temető. Egy másik, valamivel későbbi, 11. századból származó temetőt találtunk Bácsföldvárnál, amelyik a bronzkorból származik. Ebben a temetőben is találtunk fülbevalókat és pénzérmét. Péterjéve határában, a Csík folyó közelében, ahol a mostani ásatások utolsó helyszínei találhatók, egy 12. századi, 2 kilométer hosszú település nyomaira bukkantak a régészek. Ezen a nyomvonalon mintegy 20 házat tartanak nyilván, amelyekhez nyári konyha és kenyésütő kemence is tartozik. Ezeknél a házaknál vermek is voltak, amelyekben az élelmiszereket tárolták, a házak mellett pedig vízelvezető árkok húzódtak. Ezek típusházak, félig a földbe vannak ásva, föld a padlójuk, és mindegyiknek az egyik sarkában melegedésre szolgáló tűzhely volt. Ezek nem voltak nagy házak, körülbelül 16 négyzetméter volt mindegyik, de itt tudtak aludni az emberek, és a ház megvédte őket az időjárástól. A mindennapi élet javarészeként a szabadban zajlott. Az udvaron voltak az állatok, és az ételek készítésére szolgáló kemencék is kint voltak. Érdekes, hogy ebben az időszakban, a 11., 12., 13. században az ételkészítésre, az edények mellett gyakran használtak bográcsot is, amely akkoriban nem fémből, hanem agyagból készült. Sajnálatos módon a Péteréve melletti helyszínen részben megsemmisültek a leletek. Amikor a régészek hozzáláttak a kutatáshoz, a gázvezetéken dolgozó kivitelező árkot ásott a csövek elhelyezésére, amivel tönkretett az ásatások egy részét. A Tartományi Műemlékvédelmi Intézet hivatalból megtiltotta az építkezést, amelyet fel is függesztettek, de akár sajnos megtörtént. Mi nappal dolgozunk, ők pedig éjszaka, és sajnos megtörtént az, aminek nem lett volna szabad megtörténni az ásatások helyszínén. Amit a gázvezeték nyomvonalán csináltunk, azt teljesen megsemmisítették. Most ezeknek a nyomvonal melletti épületeknek a maradványait kutatjuk, ezeknek egy része teljesen, mások részben semmisültek meg. Azokat vizsgáljuk, amelyek megmaradtak. Éjszaka kiásták az árkot, a következő éjszaka elhelyezték benne a csöveket, majd 2 nappal később újra kellett ásni az árkot, ekkor megint megsemmisült az, amit mellette csináltunk. Sajnos rosszul alakultak a dolgok ezen a helyszínen annak ellenére, hogy minden pontosan szerepelt a projekttervekben, a szerződésekben és a többi dokumentumban, amely szabályozza a mi munkánkat ezen a terepen. A Tartományi Műemlékvédelmi Intézet júniusban Titelnél kezdte meg a munkálatokat, és a gázvezeték nyomvonalán 24 régészeti helyszínen végzett ásatásokat. A legtöbb helyen őstörténeti korból, időszámításunk előtt 4000 és a 18. század közötti időszakból származó település maradványokra és nekropoliszokra bukkantak. Miután teljes körűen feldolgozzák a leleteket Újvidéken a Tartományi Intézetben, az Óbecse község területén talált tárgyak az Óbecsei Városi Múzeum gyűjteményébe kerülnek majd. Az Óbecsei Idegenforgalmi Szervezet az idén is megszervezte a Télaponapok Óbecsei Téli Varázslatok elnevezési újévi rendezvényt, amely megkezdődött a Felszabadulás téren és december 29-éig tart. A rendezvény 4 napja alatt újévi vásár is lesz, amelyen közel 40 kiállító mutatkozik be a látogatóknak. Délelőtt 10 és este 8 óra között az érdeklődők különféle újévi ajándékokat és kézimunkákat vásárolhatnak, de finom ételeket és italokat is kóstolhatnak. A Birebilis Sinisa Nikolicsal megbeszéltük, hogy felhasználom 2 sörét, amelyekből olyan mustárt készítek, amelyek remek hozzávalók szendvicsekhez, hotdoghoz, hamburgerhez. Sokkal erősebb hozzávalók a salátáknál. Az igazi hotdog kifliből, kolbászból és csau-csauból áll. A dzsörki szárított, különféle fűszerekben hempergetett marhahús. Én egy magam által készített fűszert használok, aztán kiszárítom a marhahúst, így kapok egy sör mellé kiváló ropogtatni valót.
Minden házi készítésű termékünk itt van. A fiam is amennyien foglalkozik ezzel, én segítek nekik. Ezek mind a mi termékeink, a termőföldtől a donztos üvegekig. Uborkák, paprikák, sült paprika, ajvár sült paprikából, ajvár párolt paprikából, szilva és baraclekvár, vegyes saláta. A Mojić műhelyből vallási ünnepi gyertyák, esküvői és keresztelői gyertyák kerülnek ki, de vannak illatos üveges gyertyáink is, amelyekkel a rovarokat is távol lehet tartani. Levendula, eukaliptusz van bennük meghatározott arányban, nem mérgezőek, hanem az illatokkal űzik el a rovarokat. Vannak más illatos gyertyáink is fahéjjal és zöldalmával, ezek újdonságok. A hagyományos termékeink közé tartoznak viszont a kézzel készült faragott gyertyák. A legfiatalabbaknak ma és holnap kreatív műhelymunkákat szerveznek sátrakban a bazár központi részén. Ma a Városi Színház a Télapó létezik című előadása lesz műsoron, és fellép az Óbecsei Petár Kónyavi Zeneiskola kórusa is. Pénteken 17 órakor az Újvidéki Gyermekbarátok Egyesülete adja majd elő a Vezető Hír című előadást, ezt követően pedig a Banda Drvena együttes szórakoztatja majd a közönséget. Szombaton 15 órakor kezdődik a verseny forralbor készítésében, ami a rendezvény egyik újdonsága lesz. Az esti órákban a Beusz Városi Zenekar lép fel 21 órai kezdettel. Arra kérem a polgárokat, hogy az elkövetkező 4 napban látogassák meg a pogácsát, kóstolják meg valamelyik finom, sós vagy édes specialitást, melegedjenek meg egy forralbor mellett, vegyenek valamilyen kézműves terméket, és hozzák el a család legkisebb tagjait az érdekes műhelymunkákra. Pihenjenek, lazítsanak, hogy jobb kedvel lépjenek be az új évbe és az ünnepekbe.